Sziasztok, üdvözöllek titeket a KVT új műsorában. Első vendégeim Víg László és Sebestyén István, akik a fotózás területéről érkeztek hozzánk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Mi köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehet. Első kérdésem az lenne, hogy kik vagytok ti, mi indított el titeket ezen az úton a fotózás területére? Én 2000 óta fotózom komolyabban. Igazából 96 és 97 volt az az év, az a két év, amikor kapcsolatba kerültem az internettel, és durván három év alatt autodidakta módon megtanultam fotózni. Akkoriban itt a közelben lévő nyomdában dolgoztam, és adta magát a dolog, hogy nekünk a mindenféle kiadványokhoz fotókat kellett készíteni. Mindig bajunk volt a megfelelő minőségű képeknek a beszerzésével. És akkori főnököm Szekeres Béla vásárolt egy komolyabb fényképezőgépet, amit egyre gyakrabban kértem el én is, és nagyon, nagyon megszerettem ezt a művészeti ágat mondhatni. Akkoriban filmre fotóztunk még kizárólag, nem is voltak még digitális gépek, és a durván 2000-ben, ha jól emlékszem, akkor vettem meg az első saját fényképezőgépemet, és onnantól kezdve felgyorsultak kicsit az események. Utána két évre rá kezdtem esküvőket fotózni, tehát 2002-ben volt az első esküvőm, idén 20 éve, és gyakorlatilag azóta is kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de ezt az ágát művelem a fotózásnak a leggyakrabban. Sebi, neked hogy indult ez az egész? Hát ha nagyon vissza akarok menni az elejére, akkor gyerekkoromban kaptam egy Smena fényképezőgépet ajándékba, nem tudom, hogy a nézők közül ki emlékszik még erre az orosz csodára, Laci biztos szerintem. És akkor nyilván az ember gyerekként mindent fotóz, a házi állatoktól kezdve a tök üres udvart, és mindent, ami szembe jön. Aztán én gyerekkoromban nagyon élénken foglalkoztam a csillagászattal, és ott is fotóztunk, asztrofotókat készítettünk, és azokat elő is hívtuk. Tehát ilyen módon, amire a Laci utalt, az tényleg így van, hogy akkoriban még filmre fotóztunk, ma már ez is nagyon távolinak tűnik, és csak akkor derült ki, hogy sikerült-e a fotó, amikor a laborban előhívtuk a filmet, és aztán pedig kinagyítottuk a képet. Ami igazán komolyra fordította nálam ezt, tehát ilyen szakma szerűség lett a fotózás, az újságírással párhuzamosan történt. Én 22-23 éve vagyok újságíró, és akkoriban kezdett az eldivatba jönni, hogy az újságírók nem csak írnak, nem csak az a feladatuk, hogy írjanak, hanem az is, hogy a cikkeik mellé fotókat készítsenek, és akkor egy nagyon picit kis digitális fényképezőgéppel kezdtem a cikkeim mellé így szakmai alapon fotókat készíteni. Aztán Daruczi Csabánál tanultam, aki talán nem kell bemutatni, az ország egyik legsikeresebb természetfotósa, Soltvadkerten él, és ő megfertőzött nem csak úgy általában a fotózásnak azzal az ágával, amit ő művel, hanem az esküvői fotózással is. Evel elmentem néhányszor, ez olyan 2006-2007 környéken volt, és azóta én is esküvőt is fotózok többek között. Tehát akkor fő profilotok igazából az esküvői fotózás, az elmondható, igaz? Hát nem tudom, hogy van-e olyan fotós, Laci, aki esküvőfotós, és csak ezzel foglalkozik. Vannak ilyenek, ismerek ilyen kollégákat. Tehát, hogy nem megy bele a, nem tudom, babafotó, nem kóstol bele a babafotózásba, családfotózásba, tárgyfotózásba. Szóval... Nagyon ritka, de ha belegondolunk, akkor egy esküvő az mindennek az eszenciája. Tehát ott kell épületet fotózni, tárgyat fotózni, babát fotózni, portrét fotózni. Igen. Tehát ott azért minden megvan egyben. Igen. Nem véletlen, hogy az esküvői fotósokat egy időben nagyon szívesen hívták mindenféle eseményre, mivel ők majdnem mindenhez értettek gyakorlatilag. Mindenben volt egy kis gyakorlatuk. Igen. Uh-huh. Én ugye a sajtó oldaláról is látom, tehát egy jó sajtófotósnak azért nagyon jó szemek kell, hogy legyen. És szerintem nem minden sajtófotós jó esküvői fotós, viszont minden jó esküvői fotós az egyben jó sajtófotós is tud lenni, vagy tudna lenni, ha akarna.
több mint 20 éves szakmai múlttal, így úgy gondolom már meg tudjátok mondani, hogy mit tesz egy fotót jó fotóvá. Mik azok az alkotó elemei vagy részei, amitől egy fotóról elmondható, hogy ez egy jó fotó, nem csak egy a sok közül. Laci? Meg szoktam vizsgálni a képnek az alkotó elemeit. Ha rendben vannak rajta a fények, a színek, a témának az elhelyezkedése, akkor az egy nagyon jó fotó számomra. Plusz hozzátesz még a fotónak a jóságához, ha mondjuk emberről beszélünk, akkor annak egy kifejező arckifejezés legyen rajta. Tehát egy olyan arckifejezés, ami nem egy tucat valami, hanem egy olyan mosoly, egy olyan pillantás, egy nehéz ezt így elmondani, de ha látok egy jó fotót, akkor az valószínűleg rögtön rá tudom mondani, hogy az jó. Ugyanezt szoktam én tanácsolni a menyasszonyoknak is, hogy amikor esküvői fotóst választanak, hogy nézegessék át a képeket, és ahol megdobban a szívük. Amely fotós képei látta, megdobban a szívük, az a jó fotós, az az ő fotósa valószínűleg. Sebi? Teljesen így van. Én ezt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy fogalmazom meg magamban, hogy az a fotó a jó fotó, ami hatást vált ki. Tehát olyan hatást, ami nyilván nem egy negatív, hogy fú, hát mi ez, hanem egy pozitív hatást, vagy drámai hatása van, vagy vidám, vagy elgondolkoztató, tehát valamilyen hatással van arra, aki megnézi azt a fotót, és nyilván ehhez kell az például, hogy amit a Laci is mondott, technikailag jó legyen, tehát jó legyen a fény, színek, stb., tehát éles legyen a fotó, vagy az legyen rajta éles, aminek élesnek kell lenni, és hasonlók. És nyilván az is nagyon fontos, hogy milyenek a, hát, hogy mondjam, nem akarok itt a szakmai részletekbe annyira elveszni, de hogy a képen belül az arányok milyenek. De igazából összefoglalva szerintem az a lényeg, hogy jó legyen. Ez még akkor is működhet, ez a hatás effektus, hogyha mondjuk egy dokumentarista fotóról van szó, tehát valaki csak éppen elkattintotta a fényképezőgépét, mert ott volt jókor, jó helyen, jó pillanatban, és akkor az mondjuk egy történelmi fotó lesz. De azért a gyakorlat az inkább azt igazolja, hogy a fotó az először fejben születik meg, és nincs olyan, hogy véletlen, vagy nagyon kevés az, hogy véletlen csinálok egy jó fotót, hanem a fotós látja a fejében, hogy na, mit szeretne ebből kihozni. És a mai világban, amikor egy telefonnal már olyan képeket tudunk készíteni, mint egy kamerával, vagyis a mi szemszögünkből laikusként, nyilván nem a ti szemszögetekből, mennyire van létjogosultsága egy fotósnak? Ez jó kérdés egyébként. Szerintem attól, hogy sokan sok képet csinálnak ma, és tele van a telefonunk, az enyém is egyébként, meg nagyjából mindenki fotóval, attól még nem biztos, hogy azok a fotók igazából jó fotók. Lehet, hogy dokumentálják az életünket, és látjuk azt, hogy mit tettünk tegnap este, vagy van rajta egy vicces kép a gyerekről, de igazából, ha ez úgy lenne, hogy mivel már mindenki tud fotózni, ezért nincsen szükség fotósra, akkor nekünk nem lenne munkánk. Tehát ez valahol azt is jelenti, vagy üzeni indirekt módon, hogy azért a nagy közönség sem azt tekinti, úgymond igazán művészi fotónak, amit egy telefonnal elkészít. Bár való igaz, hogy a telefonok technikailag ma már sokkal jobbak, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt a középkategóriás, nem tudom én, fényképezőgépek. Ez azért is érdekes, mert Lacival beszéltük kint, hogy neki igazából a kedvenc kamerája az a telefonja. Tehát te azzal szeretsz legjobban képeket készíteni. Igen, a pályafutásom elején nagyon sokszor előfordult, hogy állványt, nehéz fényképezőgépet, több objektívet vittem magammal kirándulni, és igazából annyira fárasztó az a dolog, hogy nem érte meg ezt a sok befektetett munkát, úgy érzem, hogy felvinni egy hegyre és ott csinálni három képet. Ehelyett, amióta a telefonok elérhető minőségűek, elérhető jó minőségű kamerákkal vannak felszerelve, azóta kizárólag szinte csak azt viszem magammal. Akár távolabbi utazásokra is nagyon szívesen fotózok vele. Mindig a zsebemben van, bármikor előkapom, és nyilván tudom, ismerem a korlátait a telefonomnak, de ez is igazából arra sarkal, hogy még jobb képeket csináljak vele. Tehát nem akarok megcsinálni vele feltétlen egy nagyon-nagyon közelre hozott teleobjektíves madárfotót, mert tudom, hogy nem alkalmas arra a telefon,
viszont egy gyönyörű szép panorámát, vagy egy tájképet, azt minden további nélkül sokkal jobb minőségben megkockáztatom, mint a fényképezőgéppel. Illetve nekem megfelelő minőségben, inkább úgy mondom. Hát nyilván akkor a munka függ, meg az is, hogy hova kerül majd ez a fotó a jövőben. Például egy újságba. Hát nagyon nem mindegy, hogy egy akkora képet akarok belőle nyomtatni, mint ez a tévéképernyő, vagy az újságba teszem be. Nyilvánvaló, hogy az újságba nincsenek olyan nagy technikai követelmények. De én csatlakozok a Lacihoz, mert abszolút így van, hogy én is rengeteget, vagy megkockáztatom, hogy többet fotózok a telefonommal, mint a fényképezőgéppel, de azért, ha komoly munka van, mondjuk esküvőre kell menni, vagy tárgyfotózásra, vagy ilyesmi, akkor azért a legtöbb esetben fényképezőgéppel fotózunk mind a ketten. Kicsit így az esküvő területére áttérve, engem mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy hány képet készítetek ti egy esküvőn, és mi az, ami végül is átadásra kerül a párnak? Hát lehet, hogy ebben vannak különbségek köztünk, majd kiderül, mert én olyan 2000 fotót csinálok egy esküvőről, tehát ha a készülődéstől mondjuk a új asszony táncikkel fotózni, akkor elkészül egy 2000 fotó, abból én egy olyan 500-at azért át szoktam adni, kidolgozva, retusálva, de ez nagyon változik fotósonként. Uh-huh. Nálam ilyen 1500 és 2000 között van a nyersképek száma, az elkészített nyersképek száma. Attól függ, hogy hány fős a vendégsereg, mennyi esemény van az esküvőn, milyen a hangulat igazából. Tehát egy picit döglöttebb bulin nem fogok tudni annyi képet csinálni, mint egy igazán pörgős eseményen, ahol tényleg egymás után követik a párok egymást, és mindenki táncol, és őrült a hangulat. Nagyjából ebből az 1500-2000 képből én egy ilyen 800-at szoktam átadni egyébként. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon rámentünk arra, legalábbis én ugye fotóztam esküvőket analógra is, tehát filmre is fotóztam. Az első 10 esküvőm az arra készült. Ott nem voltak még ezek az elvárások, hogy a legutolsó poharat, meg a terítéket, meg a dekorációnak az utolsó elemét is fotózzuk le. Ma tehát már így működik? Ma már így működik. Azt mondom, hogy hát sajnos, nem sajnos, de minden apró részletet meg kell örökítenünk. Ez az elvárás igazából a megrendelők részéről, és már én is rosszul érzem magam, hogyha nincs meg szépen a teríték, nincs meg szépen a terem, amikor még nincsenek bent emberek, a fényeket egy picikét nem tudom szépen megörökíteni, tehát most már én is így szeretném. Az utómunkátokról meséltek nekem még egy kicsit, légy szíves, mert gondolom azért ez van, hogy több időt igénybe vesz, mint maga a fotózás folyamata. Alapvetően több időt vesz igénybe, igen. Bár nem annyira izgalmas igazából róla mesélni, mert mindenféle programokat használunk hozzá, és abban gyakorlatilag előhívjuk a képet. Tehát ugye régen, amikor a filmre dolgoztunk, akkor betettük a vegyszerbe, előhívtuk a negatívot, és aztán pedig lenagyítottuk a képet. Ma ez úgy működik, hogy úgynevezett nyers képeket készítünk a fényképezőgéppel, azt feltöltjük a számítógépre, és ott különböző programok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy igazából elkészüljön az a kép, amit én aztán átadok a megrendelőnek. Én úgy tapasztaltam, hogy nálam egy órányi fotózás az plusz 3 órányi utómunkát jelent számítógépen. Nálam nagyon sok időt vesz igénybe a válogatás is egy esküvő után. Azt az 1500-2000 képet azért egyenként átnézni, mini sorozatokat képezni belőle, tehát hogy van egy készülés, akkor ne teljesen különálló képek legyenek, hanem egy picit kapcsolódjanak egymáshoz az egymás után következő képek, legyen egy kis történet az egészben. Ezt is nagyon sokáig. Igen. Hogy aki megnézi utána az albumot, vagy csak átlapozgatja a számítógépén, tényleg úgy, ahogy én átadtam 1-től 800-ig képig, akkor egy ilyen kis ívét kapja meg a történetnek, megkapja az egésznek a lényegét, az eszenciáját. Utána pedig jön nyilván a válogatás után állam is ugyanez a számítógépes utómunka, az abban igazából szerintem nincs különbség a kettőnk között. Mostanában mennyi esküvői fotózást vállaltatok el mondjuk így nyárra? Így tudom, így a tavalyi két év, hogyha minden igaz, akkor nálatok is egy kicsit betette a kaput ezzel a kevés esküvővel. Most ez hogy áll? Én tudatosan nagyon keveset vállaltam, nekem összesen 4 esküvőm van idénre, és többet valószínűleg nem is fogok vállalni. Én sem szoktam magam túlvállalni. Ugye az a helyzet, hogy ebben azért nagyon gyorsan ki lehet égni. Tehát ha én legalábbis ezt tapasztaltam, tehát hogyha nekem huzamosabb időn keresztül, mondjuk minden hétvégén esküvőm van, akkor gyakorlatilag én 2 hónap alatt kiégtem, mert én nem csak ezt csinálom, hanem van mellette más munkám is újságíróként.
is dolgozom, és azért ez nagyon eszi az embernek az idejét, meg az energiáját, meg a kreatív energiáit. És azért inkább úgy vagyok vele, hogy egy szezonban vállalok mondjuk 10-et, vagy 12-t, elosztva mondjuk márciustól októberig, és akkor van lehetőség arra, hogy az ember mindig úgy menjen egy esküvőre, hogy élvezi, tehát élvezi a munkáját. És ez szerintem azért meglátszik a képeken is. Már nem magamat akarom ezzel dicsérni, csak nagy különbség van a között, amikor valaki úgy megy fotózni, hogy van kedve, meg úgy megy, hogy a háta közepére nem kívánja. Rengeteg esküvő van átatok mögött, biztos, hogy van valami izgalmas, amit tudnátok mesélni ezekről. Engem nagyon érdekelne, hogy hány pár van még együtt azok közül, akit lefotóztatok. Hát ugye nem vezetek... Hány nincs. Én legalábbis nem vezetek statisztikát, lehet, hogy Laci, igen. De viccet félretéve. Igazából nagyon érdekes, hogy az ember legalábbis, ha úgy figyel erre, akkor már az elején a fotózáson látja, hogy hogyan és mennyire kapcsolódnak egymáshoz a párok. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés. Szerintem ki a domináns, működik-e igazából, köztük valami, van-e valami plusz, vagy nincsen. És nyilván én nem szoktam erre fogadásokat kötni, hogy akkor most meddig maradnak együtt, de azért vannak érdekes tapasztalatok. Tehát volt olyan, hogy mire átadtam a képeket, addigra már nem volt együtt a pár. Pedig sokáig olyan... csináltad a képeket? Vagy? Hát épp ez az, hogy nem. Tehát egy hónapon belül én átadtam a képeket, és nem voltak már együtt. Miközben olyan buli volt a lakodalom, hogy én már ugyan nem voltam ott, de reggel 10-ig tartott, vagy délelőtt 10-ig tartott. Asztalon táncolással és mindennel, amivel kell. És másoknál is megtörtént sajnos az, hogy néhány hónapon belül gyakorlatilag elváltak. Picit visszatérek az elejére, én is az együtt lévő párokra. Nem igazán tudom, hogy kik vannak együtt, vagy kik nem. Időnként a Facebookon azért belefutok érdekességekbe. Nagyon sok párral, ugye ismerősök vagyok a Facebookon is, ott tartjuk a kapcsolatot már akivel. És előfordul, hogy ugyanazt a hölgyet egy másik úriemberrel látom, friss babával, tehát ez gyakorlatilag mindennapos dolog. Igazából nem akadok fent rajta, tehát ez az életnek a rendje. Ha az esküvőn úgy látom, hogy a kémia működik közöttük, akkor azért az egy jó jel arra, hogy együtt fognak maradni huzamosabb ideig. De olyan is volt, hogy abszolút nem működött köztük szerintem semmi, és a mai napig együtt vannak, és boldogok együtt, úgy tűnik. Tehát ezt így nem lehet megmondani. Ezt talán el lehet mesélni név nélkül, úgysem itt történt a környéken. Katona esküvők azok mindig nagyon izgalmasak, különösen azért, mert a katonatársak valamiért célnak tekintik azt, hogy a újdonsült új embert azt kényelmetlen helyzetbe hozzák. És például van egy olyan szokás, hogy a karthüvelyből kell inni. Van, ahol bort, ahol én voltam, ott speciál ebben az esetben pálinkát kellett inni a karthüvelyből. Nem gondolnád, hogy mennyi fér egy karthüvelybe pálinkából, és ugye sikerült megitatni vele. Ez azt eredményezte, hogy olyan éjfél-fél egy magasságában, miután ez bekövetkezett, a új ember az a padlón feküdt, és ezért elvitték egy külön szobába, és ott lefektették. Vége szakadt a bulinak. Úgy volt, hogy reggel 5 órakor még megyünk hajnali fotózásra. Erre már sajnos nem került sok. Az esküvők előtt népszerű a jegyes fotózás. Mit akar ez pontosan? Az ifjú párt, aki még ugye nincs egybekelve, teljesen civil körülmények között, civil ruhában, akármilyen semleges helyszínen egy fotósorozat erejéig vendégül látjuk, megörökítjük. Ugye ez azt a cél szolgálja, hogy megszokják, hogy ott vagyok velük. A stílusomat, a fotózás alatt adott instrukcióimat megismerik, és nem lesznek annyira feszengősek majd az esküvő napján. Meg hát nem mellesleg rengeteg jó fotó is szokott ilyenkor készülni. Nem köt minket annyira az idő, nyilván van egy időkorlát, tehát nem tart azért egy ilyen fotózás egész nap, de nagyon jól látják ők is, hogy miből mit lehet kihozni, miért teszem azt, amit teszek, miért mondom azt, amit mondok. A végeredmény pedig általában szokták nagyon szeretni. Semmit? Teljesen egyetértek, nem beszéltünk össze, de ugyanezt tudom elmondani. Talán még annyit
érdemes hozzátenni, hogy ilyenkor azért nagyon jó, hogyha a pár gyakorol a fotóssal együtt. Tehát például én el szoktam mondani, hogy mik azok a mozdulatok, vagy mik azok a gesztusok, amik nem mutatnak jól. Tehát például az, hogy valaki, vannak olyan párok, különösen hölgyekre szokott ez jellemző lenni, hogy teli szájjal nevetnek, mert ilyen a habitusuk, ilyen a természetük. De ez nem mindig mutat jól fotón. Lehet, hogy az élőben kedves és megnyerő és vidám és stb., de egy fotón visszalátva a fogsorát nem biztos, hogy tetszeni fog. Tehát el szoktam mondani ilyenkor, hogy a kevesebb az néha több, és hogyha mosolyog, látszon a foga, stb., de nem kell feltétlenül teli szájjal nevetni egy fotózás során. Persze van, amikor meg ez annyira spontán, hogy pont ettől lesz jó a kép, tehát nincsenek ilyen nagyon szigorú szabályok, de a gyakorlat teszi nem csak a fotóst, hanem a fotó alanyát is. Tehát van a jegyes fotózás, az esküvői fotózás, és van még mellettük a kreatív fotózás, ami más néven... A beállított fotózásnak hívták régebben, de régebben ez valóban is beállított volt ez a fotózás, tehát a fényképész a városi parkban egy darab zöld tuja elé odaállította a párt, három poszt felvettek, és akkor lelettek fényképezve, és az teljesen elég volt akkoriban. Ez is fotóstílustól függ, hogy ki hogy fotózza ezeket a képeket. Egyébként ezek a fotók általában az esküvőt közvetlenül megelőzően készülnek el, tehát már az esküvő napján leginkább. Ilyenkor a pár fel van öltözve rendesen az esküvői ruhájába, és kell, hogy rajtuk legyen az a pici kis feszültség, az a kis stressz, ami igazán őszintévé teszi ezeket a képeket. Tehát ez nem egy, azért nem szeretem én beállított fotózásnak hívni, hanem inkább egy kreatív fotózásnak, mert a pár ilyenkor őszinte érzelmeket képes produkálni. Rajtuk van az a pici stressz, hogy nem sokára esküvő, vendégsereg, szertartások, és kell ez a pici kis feszültség bennük szerintem, ami ezeket a képeket jobbá teszi. Ha az esküvő után csinálnánk meg ezeket a képeket, és újra beöltöznének, akkor már az nem lenne olyan őszinte szerintem, és látszódna is a képeken. Csináltam nagyon sok ilyen fotózást is, az esküvő előtt is külön beöltözve, esküvő után is külön még egyszer felöltözve, de nem olyan teljesen, mint az esküvő napján készült fotók. Nincs már meg az a hatás. Nincs már meg a hatás. Fotós szempontból nagyon jó, hogyha külön napot tudunk rászánni, úgy, mint ahogy a jegyes fotózásra is, külön néhány órát, mert én is jobban ki tudok bontakozni, de igazából ez nem rólam szól ez a sorozat. Annyit talán ehhez, hogy én egy picit máshogy tapasztaltam magam részéről, tehát hogy az esküvő napján nagyon sűrű a program, és viszonylag kevés idő jut a kreatív fotózásra. Teljesen igaz az, amit a Laci mond, hogy annak van egy varázsa, van egy hangulata, egy atmoszférája, ami átjön a képeken, de ha lehet, akkor én szoktam kérni a párt, hogy biztosítsunk lehetőséget az esküvő után is arra, hogy ők újra beöltözve helyszínt, vagy akár két helyszínt kiválasztva fotózzunk, mert az a tapasztalat, hogy az esküvő napján nagyon nehéz például azt belőni, hogy a naplementéhez mondjuk legközelebbi időpontban legyen a fotózás, amikor a fények a legszebbek. Ha viszont egy külön alkalom van erre, akkor lehet így szervezni, és szerintem ennek a kettőnek a kombója az, ami aztán a számomra legalábbis legideálisabb végeredményt kiadja. Miről nehezebb fotót készíteni? Egy pillanatképről, vagy pedig egy beállított mozdulatról? A pillanatkép az nekem jobban megy, és jobban is szeretem csinálni, mert semmilyen befolyásoló körülmény nincsen. Tehát tényleg az embernek az őszinte arcát tudom megfogni, az őszinte mosolyát, akár a csúnya nézését, bármit. Egy beállított kép az igazából reprodukálható bármikor, nekem azért annyira nem tetszik. Ezért is visszautalok az előző kérdésre. Én régebben én is ragaszkodtam hozzá, hogy külön napon csináljuk a kreatívot, ha csak lehet, de rájöttem, hogy igazából nincs annyi haszna azoknak a képeknek. Tehát igazából csinálunk 100-200 képet egy külön napon, de nincs értelme. Uh-huh. Tehát az olyan, mint egy ilyen színházi előadás számomra utána, egy-két képet fognak utána felhasználni és kirakni és sokáig nézegetni. Azt pedig az esküvő napján is én úgy gondolom, hogy el tudom készíteni. Én is nagyon szeretem a pillanatképeket, tehát az amikor egy képben átjön annak az eseménynek a hangulata, az érzelmek egy képen, az szerintem a fotósnak is egy ilyen adrenalin löket.
Legalábbis én sokszor megtapasztaltam azt, de szerintem Laci is el tudja mondani, hogy saját fotómat újból megnézem, mert nem azért, mert ilyen, hogy mondjam, hajlamaim vannak, hanem azért, mert sikerélményt jelent, hogy sikerült egy igazán jó fotót csinálni. És ezzel együtt azért a beállított fotózás is szerintem egy nagyon fontos része ennek az egésznek, csak az azért más készségeket igényel, és ott egy picit elment már ez az egész a divatfotózás irányába. Amit nem mindenki szeret, nem mindenki alkalmas rá, nem mindenkinek a sajátja ez, de az, hogy egy pillanatot elkapni, amikor örül valaki, azt minden esküvön meg lehet csinálni, azt mindenkivel. Én szoktam mondani, hogy nincs csúnya menyasszony, mert mindenkinek van egy olyan szép arca, mindenkinek van egy olyan szép pillanata, ami érdemes arra, hogy megörökítsük. Ugye a beállított fotózás kapcsán mit tesz valakit fotogénné? Hát ugye ez egy adottság részben, ami alatt én nem csak a külsőt értem, hanem a belső kisugárzást is. Én sokszor megfigyeltem azt, hogy amikor valaki elégedett magával, egy hölgy, és különösen hölgyekre vonatkozik, férfiak általában elégedettek magukkal, vagy nem érdekli őket, hogy ki hogy tekint rájuk. A hölgyeknél van az, hogy őról a nehéz fotót csinálni, ezt előre elmondják, vannak ilyenek, akik előre elmondják, nagyon nehéz róla fotót csinálni, és általában kiderül, hogy addig nehéz róla fotót csinálni, amíg át nem tör az nála, hogy elfogadja magát, és elhiszi azt, hogy ő is szép. És ahogy ez megtörtént, utána már lehet róla szép fotót csinálni, mert tényleg nem csak az a lényeg, hogy most valakinek elálló füle van, vagy milyen az orra, vagy milyenek a méretei, hanem az, hogy mit gondol magáról, ez nagyon átjön a képen. Akkor ezt a kérdést már fel sem teszem, hogy egy férfit vagy egy nőt nehezebb fotózni, mert szerintem megkaptuk rá a választ. Így van. De egyébként a te szemszögedből, tehát nem az, hogy hogyan fogadják el a képet, hanem a te szemszögedből is nehezebb? Nehezebb, persze. Tehát hogy az, amikor valaki nem biztos magában, az lejön a képről, és az nem lesz jó. Tehát akkor újra kell csinálni, oda kell menni hozzá, meg kell mutatni, hogy milyen a kép, nem rossz, de még ennél lehet egy jobbat, bátorítani kell, lehet, hogy el kell mesélni egy viccet, vagy valami olyan helyzetet teremteni, amiben feloldódik, mert különben be fog feszülni, és nem fog rendes kép születni. De Lacinak szerintem még több tapasztalata van talán ezen a téren. Egy kicsit minden fotósnak, pszichológusnak kell lennie. Így van. És fel kell ismerni azokat a jeleket, amik azt mutatják, hogy most kicsit álljunk meg, beszélgessünk vele, ne tudja, hogy fotózod éppen. Én nagyon sokat csinálom azt, hogy elkezdek velük beszélgetni, elkezdek poénkodni, és közben készülnek a képek. Uh-huh. Nem kell, hogy tudják azt, hogy fotózod őket, és nagyon fontos még szerintem, hogy ne bújj be a fényképezőgéped mögé soha, hanem beszélj hozzájuk folyamatosan. Tehát foglald le az agyukat, foglald le azzal, hogy nem egy fényképezőgépnek kell megfelelniük, hanem egy kötetlen beszélgetés, mint ahogy itt is most vagyunk egymással szemben. Igen, tehát ők nem profik, nem profi modellek, ezt nem is lehet tőlük elvárni. Van, akinek nagyobb tehetsége van erre, van, akinek kevesebb, és ezért tényleg így van, hogy folyamatos kommunikáció kell, hogy menjen, és el kell adni ezt az egészet. Úgy kell, hogy érezze, hogy ő most itt, nem tudom én, nem vizsgázik, nem szerepelnie, nem teljesítenie kell, hanem csak jól éreznie magát. Visszacsatolva a jegyes fotózásra, ahol említettétek, hogy azért is fontos, hogy kialakuljon a pár és a fotós között ez a kapcsolat. Említette Csebi a sikerélményt. Mi az a legnagyobb dolog, amit úgy éreztek, hogy elértetek a szakmátok során, és mi az, amire szívesen emlékeztek vissza? Hát szerintem minden jól sikerült esküvői sorozat az egy siker. Tehát én mindegyiket... És elvonatkoztatva az esküvőtől? Hát... Most mondhatnék olyat, hogy nem tudom, én egy pályázatot megnyertem egy Angliában vagy Londonban készült fotóval, de hogy most ennek azért nincs szerintem olyan nagy jelentősége, mert azt egy zsűri kiválasztotta, valamiért azt tartotta a legjobbnak, és nem is mostanában volt, és már el is felejtettük. Viszont az, amikor te
találkozol egy párral, akinek ez az életének a fő eseménye, és azt, ahhoz sikerül neked hozzátenni valamit, az szerintem egy életre szóló élmény tud lenni, nem csak a párnak, hanem a fotósnak is. Neked, Laci? Nekem is a pároknak az elégedettsége, ami a legfontosabb igazából. Illetve, hogyha én olyan képet tudok csinálni az esküvőn, olyan képeket tudok csinálni az esküvőn, amivel én is elégedett vagyok, akkor az a legjobb érzés. Mondjuk ez még soha nem történt meg. Tehát nem volt még olyan esküvőm, amivel 100%-osan elégedett lettem volna, sajnos. Tehát annyira bennem van, hogy szeretnék egyszer egy olyan esküvőt, amiről úgy megyek haza, hogy igen, ez nagyon jól sikerült. De olyankor mindig eszembe jut, hogy hú, ezt se csinálta meg, azt se, ezt nem így kellett volna. Aztán otthon az utómunka során persze kiderül, hogy még több mindent herontottam gyakorlatilag, tehát ez... Ez nagyon így van, csak közben meg a párok részéről, meg ezt ők nem fogják látni, tehát hogy ez nekünk egy ilyen belső vívódásunk állandóan, hogy hú, arról a pillanatról lemaradtam, az a fotó nem lett éles, pedig az lett volna az igazán jó fotó, de hogyha végignézed összességében, azért egy teljesen vállalható és egy minőségi anyag lett, csak hát ettől fejlődik egy fotós, hogy mindig akar jobbat. Szoktatok együtt dolgozni kamerásokkal? Hogy érzitek? Nekik egyszerűbb dolguk van, vagy nehezebb? Nekik a hangra is figyelni kell, nekik arra ugyan nem kell figyelni. Tehát, hogyha tapsolnak valahol, és nem pont ott vagyok, ahol zajlanak az események, oda megyek, vagy a teleobjektívet felemelem, lefotózom azt a dolgot, akár messziről, ha máshogy nem megy. Nekik pedig azért hangban is ott kell lenni. Uh-huh. Figyelni kell nyilván ránk is, nekünk is figyelni kell azért rájuk, de nem irigylem őket. És az utómunkát is említeném, ugye itt a kollégára nézek ki a monitorok mögött, azt főleg nem irigylem tőlük. Tehát sokkal hosszabb az utómunka nekik, mint nekünk. Ugye említettétek, hogy a pillanatot elkapni, azt elég nehéz. Ebből gondoltam, hogy egy kamerásnak talán könnyebb dolga van, mert ha neki jó helyen van a kamera, akkor igazából ő neki megvan az a pillanat, amire szüksége van. Olyan szempontból nehezebb dolga van neki, hogy neki nem elég egy kép, mint nekünk, hanem egy folyamat kell neki. Uh-huh. Egy elég hosszú folyamat, tehát egy néhány másodperc azért kell neki, hogy az kifejezés az kiteljesedjen, az ember odaforduljon valakihez, tehát valami történjen azon a képen, és neki azt tudni kell, hogy mi fog nagyjából következni. Egyébként ennyi év után úgy érzem, mi is nagyjából ráérzünk arra, hogy mi fog következni, mi a következő lépés. Nagyon sokszor volt már ilyen, hogy odafixáltam, hogy légy szíves, nézz arra, és oda nézett egy idő után, ahova nekem kellett, de egy videósnak szerintem ez sokkal nehezebb ez miatt. És hogyha egyedül van a videós, nem ketten dolgoznak, vagy hárman akár, akkor még sokkal nehezebb, mert akkor csak az egy pillanatot tudja rögzíteni ő, holott lehet, hogy a terem másik felén pedig történnek a fontosabb dolgok esetleg. Uh-huh. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy a videónak meg a fotónak a viszonya. Tehát a fotó az kicsit ilyen, tehát valami olyan dolog, amiben nagyon sok minden bele van sűrítve egyetlen képbe. Ugyanezt a videós nagyon sok képpel csinálja meg, és mondjuk akár 10 másodperc is lehet egy olyan jelenet, vagy akár egy olyan történet, az lehet 5 perc, amit én elmesélek 5 képpel. Tehát ezért egy nagyon-nagyon más műfaj, és szerintem nagyon nehéz az átjárás a fotós meg a videós között. Én például nem tudnék esküvőt videózni, az egészen biztos, mert egész máshogy működik az agyam már, egész másra vagyok ráállva. Utolsó kérdésem az lenne, hogy hogyan látjátok a jövőt, a saját jövőtöket a szakmában, és magát a fotós szakmát? Hát a fotós szakma az, ahogy szokták mondani, haldoklik bizonyos területeken. Az esküvő egyébként szerintem pont nem ilyen, az elég magas technikai igényei miatt. Tehát azért esküvői fotósra szerintem mindig szükség lesz. Legalábbis az igényes megrendelői réteg az mindig kérni fogja azokat a fotókat, amiket egy képzett, vagy tapasztalt esküvői fotós tud csak neki megadni. Hát igazából a szakma az folyamatosan fejlődik, tehát hogy azért itt mind technikailag, mind látásmódban érdemes azzal együtt is lépést tartani, hogy minden fotósnak megvan a saját stílusa, meg a saját látásmódja. Én nem tervezek olyan nagyon különleges dolgokat ezen a területen, azt nagyon szeretném, ha még beleférne az én szakmámnak ebbe a részébe az, hogy mondjuk több külföldi esküvőt fotózzak,
mert azt az élményt is megadja a szokásos sikerélmény mellett, hogy az ember bele tud pillantani egy másik kultúrába, ami nekem mindig egy nagyon nagy élmény. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük.